Szeretnék egy olyan bizonyságlevelet felolvasni önöknek, amely az önök településének az életében is egy nagyszerű pillanat. Már csak azért, mert ezzel is látszik, hogy a magyar kormány nem mond le a településeiről, minden települést meg akar tartani, minden településben bízik, és ha nehéz helyzetbe is kerül egy település, kerültek települések, azokat kivétel nélkül mind megsegítik. Ennek jegyében azt gondolom, hogy ennél szebb születésnapi ajándékot, vagy névnapi ajándékot, a rendezvény születésnapja, a városnak a névnapja alkalmával kevésbé tudnék átadni miniszterelnök úrnak a megbízásából, melynek címe bizonyságlevél. Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy felelősséggel tartozunk a hazánkért és benne minden egyes településért. Az ország és települései drámai mértékben eladósodtak, a szakadék szélére jutottak. 2010-ben összefogtunk, és 2 év alatt gyökeres változásokat vittünk véghez, megújítottuk Magyarországot. Így ma már elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megvédjük városainkat, falvainkat és a benne élő emberek biztonságát. 2012. decemberében döntést hoztunk, hogy kiszabadítjuk városainkat és falvainkat az adósság csapdából. A döntés értelmében a magyar kormány Sándor falvát 1.543.059.070 forint adósságából maradéktalanul kiváltotta. Ez a bizonyságlevél tanúsítja az összefogás erejét, amellyel megmentjük az ítélők otthonát, szeretett környezetét, és amellyel mi magyarok közös erővel fölemeljük és sikeressé tesszük Magyarországot. 2014. márciusában Orbán Viktor miniszterelnök úr. Képviselő úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm a város nevében. Nyilvánvalóan, hogy erről már tudunk, hiszen az idei költségvetésünket már így tudtuk tervezni, és mondhatnunk azt, hogy újra tervezés. Hiszen azért azzal a teherrel, ami a deviza árfolyam különbözetes csapda jelentett a településnek, abból nagyon nehezen tudott volna 20 év alatt szépen visszafogottan élni és boldogulni. Viszont a város, aki elindult a várossá válás útján, és megteremtette azokat az infrastruktúrális háttereket, amivel egy városban élő polgár részére a szolgáltatásokat biztosítani tudjuk, ez iskolától, bölcsőde, óvoda, a buszpályaudvartól, a kastélyig lehetne sorolni azokat, amit 2 milliárd forint értékben az elmúlt időszakban a város közös akarattal, a Palavicsényi fejlesztési terve megfogalmazva létrehozott. Az a jelenünk és a jövőnk már, de így van jövőnk, hogy nem adóssággal és számolgatva a forintokat terveznek el, hanem tudunk megfelelő színvonalon intézményt működtetni, közszolgáltatni és szolgálni. Köszönöm a város nevében.